Továbbra sem kért bocsánatot az ellenzék a járványkezeléssel és a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos kijelentések miatt, pedig sokan mondják, hogy most már időszerű lenne, hiszen a szakértők és a kormány is tényszerűen cáfolta azokat többször is. A kormány úgy látja, az ellenzék most azért szurkol, hogy Magyarország minél rosszabbul szerepeljen a védekezésben. A legnagyobb bajban sem lehet rájuk számítani. Az ellenzékre akkor sem számíthat a magyar kormány, ha baj van. Erről a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője beszélt. Farkas Hörs szerint úgy tűnik, hogy a baloldal azért szurkol, hogy Magyarország minél rosszabbul szerepeljen a védekezésben. Ön karanténba zárta a magyar emberek szabadságát, és nem két hétre, hanem addig, ameddig az ön veszélyérzete így kívánja. Az ellenzék egyik visszatérő állítása az volt, hogy korlátlan lesz a rendkívüli jogkör, amit a védekezés érdekében hoztak. A kormány van nehéz helyzetben, mert egyedül vállalta a korlátlan hatalmat, és ezzel magára vonta a korlátlan felelősséget is. Jakab Péter, a Jobbik elnöke még azután is így fogalmazott, hogy a kormány bejelentette, kedden javaslatot tesz a felhatalmazás megszüntetésére. Az egész kerek nagy világon, Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus járványban. Az ellenzéki képviselők többször hangoztatták azt is, hogy Magyarország a halálozási arány tekintetében rosszabbul áll, mint más európai országok. Magyarország ebben a számban sem áll sajnos rosszul. Csak hogy a mérvadó amerikai Johns Hopkins Egyetem adatai alapján ez sem valós állítás. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője most azt mondta, az ellenzék nem segített a kormánynak a koronavírus járvány elleni védekezésben, helyette inkább támadta a kormányzati intézkedéseket. Az ellenzéki képviselők egyfelől nem adták meg a kormánynak azt a segítséget, amely az kell, hogy hatékonyan védekezzenek, hiszen semmi olyan támogató döntést nem szavaztak meg az országgyűlésben, amely akár a veszélyhelyzet gyors tárgyalásához, akár önmagában a veszélyhelyzet kihirdetéséhez kapcsolódott volna, és ezt követően rendre támadták a kormányzat döntéseit, az operatív törzs szakmai intézkedéseit, az egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak a szakmai intézkedéseit, és ezt az egész vitát pedig kivitték Brüsszelbe. Farkas Hörs azt mondta, megszülettek azok a döntések, amelyek az emberek védelmét szolgálják, ezért a hatékony védekezéshez nincs tovább szükség a rendkívüli jogrendre. A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése közben azt mutatja, hogy a magyarok 80%-a indokoltnak tartja, hogy veszélyhelyzet volt Magyarországon, amely lehetővé tette a gyors védekezést. A kutatás szerint még a kormánykritikus szavazók fele is egyetért abban, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése indokolt volt. A Nézőpont Intézet azt is írja, az emberek 62%-a úgy látja, hogy lesz második hullám Magyarországon. Az elemzés szerint, ha ez valóra válik, akkor a magyar ellenzék az Orbán Viktor miniszterelnök által javasolt bocsánatkérés mellett esélyt kap arra is, hogy tanuljon a hibájából és legközelebb segítse a védekezést.